Nyilvánvalóan már is megkaparintottam, és föl is próbáltam egyet a rengeteg napszemüveg közül, amelyet Peti hozott. Hát a bőség zavara, most nyilvánvalóan akár itt a következő 7 percben én végig próbálgathatnék, te pedig mondhatnád, hogy jól áll, vagy nem áll jól, de hát nem ez a célunk, hanem az, hogy egy kicsit a nézőket tájékoztassuk arról, mert szerintem nem árt minden évben elmondani, hogy valóban fontos, hogy az embernek jó minőségű legyen a napszemüvege. Mit jelent az, hogy jó minőségű? Nem törik, vagy megfelelő UV-szűrővel rendelkezik, jól áll? Több ismérve van a jó minőségű napszemüvegnek. Ugye, amiről majdnem mindenki tud és ismer, ez az UV-szűrésnek a fontossága vagy lényege. Megfelelő UV-szűrővel kell rendelkezni ezeknek a napszemüvegeknek, mert kint a napon nagyon erős UV-sugárzásnak vagyunk kitéve, még abban az esetben is, amikor egy kicsit felhős az ég. Tehát az UV-szűrés fontossága az lényeges, nagyon fontos a színvisszaadó képesség, erről keveset hallunk, de az, hogyha használunk egy napszemüveget, annak a viselési komfortját javítja, hogyha mindent a természetes színekben keresztül látunk. Nagyon fontos a kontrasztnövelő hatás is, ez azért is lényeges, mert akkor hosszabb idő intervallumban tudjuk viselni magát a napszemüveget, tehát nem csak akkor, amikor a legerősebb a napsütés, hanem enyhe fényviszonyok mellett is jól működnek, illetve ami most már nagyon fontos szempont lett, és az utóbbi években hál' Istennek a trend úgy indult el, hogy a legtöbb napszemüveg gyártó külön polarizált kategóriákat tart, amiket elhoztam, ott egytől egyig mindegyik polarizált lencsével ellátott napszemüveg. Ez viszont azért fontos, mert azokat a zavaró visszatükröződéseket és csillogásokat is kiszűri, amit a normál szemüveglencse nem tud. Uh-huh. Tehát azt mondtad, hogy különböző kategóriák vannak? Így mi van. A legjobb a polarizáció szempontjából? A polarizáció az egy tulajdonság. Aha. Tehát a polarizált, én személy szerint a polarizált napszemüveget tartom a legjobbnak, legnormálisabb minőségűnek, mert hogy annak a legjobb a színvisszaadó képessége, meg annak a legtisztább a képe. Van amúgy hátránya is a polarizált lencsének, mert az ilyen digitális műszerfalaknál, vagy a kijelzőknél bizonyos esetekben nem jó képet kapunk a polarizált lencsés napszemüvegen keresztül. Ezt a hátrányát mi azért el szoktuk mondani, hogyha valaki napszemüveget választ, de ezen túlmenően csak előnyei vannak. Sokkal tisztább a kép, például vannak különböző tesztek, amelyekkel be lehet bizonyítani, hogy a polarizált lencsével mennyivel tisztában lehet látni, például a szélvédőn be lehet látni, amikor tükröződik a szélvédő. Uh-huh. A polarizált lencsével, a nem polarizáltal nem. És ugyanez a helyzet a vízsugárzásnál, tehát hogyha valaki mondjuk horgász és elmondja nekünk ezt a hobbiát, akkor minden esetben polarizált lencsés szemüveget javaslunk neki, valamint a vizes aszfalton sincs az a zavaró csillogás a polár lencsén keresztül. Tehát akkor mondjuk, ha valaki éppen egy ilyen gagyi napszemüveget vett, akkor otthon letesztelheti, mert akkor mindezen abszolút tulajdonságok. Hát ebből a funkciát tekintve az UV-szűrést nem tudja otthon sajnos letesztelni, mert ahhoz külön eszköz kell, amivel ki lehet mérni. Effektíve a optikákban forgalmazott valamennyi napszemüveg a 100%-os UV-szűrővel rendelkezik, úgyis kerülhetnek be a forgalomba ezek a termékek, hogyha előtte bevizsgálják őket. Ez egy nagyon fontos tulajdonság, azt is elmondom miért. Ha sima lencse van benne, tehát nem egy UV-szűrős, csak egy sötét lencse, akkor amögött a pupilla kitágul, uh-huh. És akkor egy fals jelet ad a szemünknek meg az agyunknak, hogy tudnélik a szemnek van egy alapvető védekező mechanizmusa, ha nincs rajtunk szemüveg, de erős fény ér, akkor összeszűkül a pupillánk. Pupilla reflexnek hívják, ennek az a lényege, hogy védje a szemünket az erős fénytől. Na most, hogyha felteszünk egy olyan lencsét, aminek nincs UV-szűrő hatása, de sötét színű, akkor a pupillát becsapjuk meg az agyunkat, a stág marad, és akkor beengedi azokat a UV-sugarakat, amelyek tönkrevágják a szemlencsét, meg az ideghártyán is károsodást okozhatnak. És az utóbbi években, vagy a legutóbbi évtizedben nagyon sok szürkehályagos megbetegedés tapasztalható. Ennek okának az orvosok, meg a kutatók elsősorban az UV-sugárzásnak a megnövekedett szintjét jelzik. És mindenkinek most például egy hónap ezelőtt volt egy konferencia, ahol külön szemészek tartottak egy szimpóziumot csak az UV-sugárzásnak a káros hatásairól. Közben azért nem bírtam ki, csak próbálgattam. Gondolom, hogy ezt csinálják a szalonban azért általában, akik napszemüveget szeretnének vásárolni. Miután azért ugye nálatok minden szemüveg bevizsgált, gyakorlatilag mi alapján döntenek? Hát napszemüveget általában esztétikum alapján szoktak választani a hölgyek. Tehát fontos a technikai háttér, illetve hát, hogyha szaküzletbe veszik, akkor biztosak benne, hogy akkor ezeket nem kell külön megkérdezni, hogy UV-szűrőse, hanem inkább a fazon, a forma,
a színvilág alapján. Itt megpróbáltam úgy összeválogatni, amiket elhoztam, hogy legyen benne mindenféle típusú napszemüveg. A kezedben, ami van, annak például fémaszára műanyag a frontja, és egy ilyen speciális barna átmenetes lencse van benne. Effektíve a dizájn most is az, hogy a hölgyek esetében, tekintetében nagyobb méretű, a fél arcot elfedő napszemegről legyen milyen szó. Milyen öregebb egy csaj, az annál jobb, vagy egy nem hölgy? Feltétlen. Hát, figyelj, eltakarja a fél fejed, aztán ami használják kimarad, a fiatalok is a nagy méretet, ez nincs korhoz kötve. Sok előnye van, mert a szem környékét is, a bőrt is kell védeni az UV-sugárzástól, meg magát a szemünket is. És a fiúk, neked ez a tiéd a piros, amit hoztál? Ez speciál az enyém, a férfiak inkább technikai alapon választanak szemleget saját részre. Ennek a szemüvegnek a jellegzetesség az egy olyan sportszemüveg, amit felteszek, és beállítom magamnak. Az a lényeg, hogy sportolás közben, vagy mondjuk ha valaki kajakozni megy, sokszor előfordul, hogy egy tiszatúrán elveszik a napszemüveg nagy része. Ennél az esetben ez nem tud elveszni, mert ugye a nyakunkban van, tehát nem tud lepottyanni. Ez de bomba ez... és vodka biztos ez bomba a bomba biztos, vodka biztos, és a sporthoz tökéletesen alkalmas. Amúgy ebbe is polarizált lencse van. De például vannak itt olyan speciális szemek, hogyha a férfiak kanyarodnak vissza, ennek ilyen sárga lencséje van. Ez a vidám szemüveg? Ez a vidám, igen, ez egy kontrasztfokozó hatású lencse van benne. Ez inkább nem is az erős napfénynél jó, hanem szürkület időszakban. Szuper, és a bringások előszettel választanak ilyet. Illetve vannak olyan speciális férfi napszemeg, egy sportszemeg, ami az 50-es korosztálynak, vagy az 50 felettieknek jó, mert van benne egy olvasó rész. Ezzel megkönnyítve a használhatóságát a szemüvegnek. Tehát a férfiak más szempontok alapján választanak szemüveget, mint a hölgyek. Köszönjük szépen, hogy mindezt elhoztad, és szerintem akkor a bőség tárháza az fokozható még az üzletben, és ott személyre szabott tanácsokkal is ellátott mindenkit. Szép köszönöm nyara! Köszönöm szépen, viszont kívánom!